a szobanövényeknek milyen hőmérsékletre, tápoldatra, illetve mennyi fényre van szükségük? Nagyon sokféle szobanövény van. Nagyon különböző fény viszonyhoz tudnak alkalmazkodni, és különböző a hőmérséklet igényük is. Na most egy átlagos háztartásban az átlagos szobanövények általában a levéldísznövények, amik többnyire olyan fajokból, fajtákból állnak össze, amik jól tudnak alkalmazkodni a gyengébb fényviszonyokhoz, de azért, hogy egy jó kondíció megmaradjon, amivel még tavaszra is mutatós marad a növény, érdemes télen egy kicsit közelebb húzni az ablakhoz, persze nem egy rendszeresen nyíló ablakhoz, ahol húzatot kaphatnak. Így megmarad egyrészt megmarad az ömökebb hatás, nem nyúlik a levelük, és egészségesebbek is maradnak. Hát a hőmérséklet az igazából minél magasabb a hőmérséklet a növények, annál magasabb fényt is igényelnek hozzá. Tehát egy 23-24 fokos lakásban már mondjuk úgy érzik jól magukat, hogyha valami déli ablak, ahol betűz a nap néha, az teljesen jó, de mondjuk egy félhomályos szobában 23-24 fokon a növények általában éhen halnak a tél végére. Tehát ez figyelemmel kell lenni erre, hogy minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál jobban elviselik a fényszegény időszakot, de annál kevesebb vizet is kell nekik adnunk. Tehát a fényvíz az minél magasabb a hőmérséklet, az annál jobban mehet nekik, de mivel hogy a megvilágítás hossza 8-10 órától nem több napi szinten, ezért mégis egy nyári kezeléstől egy kicsit visszafogottabban kell bánni a növényekkel, de hogyha a fény megfelelő mennyiségű, akkor nagyon sokáig egészséges növényeink lesznek. Hát a tápoldatozás az tulajdonképpen ennek megfelelően vannak növénycsoportok, amik folyamatosan fejlődnek és folyamatosan igénylik a tápoldatozást, ilyenek mondjuk a mostanában nagyon népszerű aroidok, nyíllevél vagy a flamingóvirág, tehát ezeknek havi szinten egy alkalommal legalább érdemes egyszer havonta adni a tápoldatot. Viszont vannak olyan növények, például nagyon kedvelt orchideák, bromeliák, téli félében egyáltalán nem igénylik.